Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Csúszik a beruházás, ha kész lesz, 24 kisgyermek járhat az új tolnai bölcsödébe. Újabb portré kerül a falra, folytatják a Pro Urbe díjasok előtti tisztelgést Szekszárdon. Magyarok kenyere, a tavalyi 9,3 tonnánál is több gabonát szeretnének adományozni a rászorulóknak. Szerződéses határvadászokat toboroznak, bruttó 390 ezres fizetést is elérhetnek a jelentkezők. Huszonnégy kisgyermek elhelyezésére lesz alkalmas az új tolnai bölcsöde, ha elkészül, arra viszont még várni kell, mert hiány van az építőanyagból. A város vezetése úgy döntött, a bölcsöde üzemeltetésére új intézményt hoznak majd létre. Tolnán a 90-es évek közepén zárták be a városi bölcsödét. Azóta magánintézményekben cseperedhetnek a kicsik. A város vezetése évekkel ezelőtt tettbe vette az intézmény újbóli életre keltését, és a top pályázatok második köre meg is teremtette rá a forrást. A beruházás el is indult, ám az építőanyag források bedugulása jelentősen lassítja a folyamatokat. Nem csak az árak szaladtak el, hanem hiány is van belőle, hogy jelezte májusban a kivitelező, hogy hiába igazolta vissza a gyártó bizonyos szigetelő anyagokat, egész egyszerűen nem tudja leszállítani, és vannak olyan munkálatok, amiket addig nem tud folytatni, amíg ezeket a szigetelő elemeket nem szállítják, vagy nem helyezi fel. Bár látszatra az építkezés előre haladott állapotban van, az egyenlőre nem tudható, mikor lehet majd szalagot vágni. És akkor még egy hosszú procedúra is hátra van a szükséges engedélyek beszerzésére. Az önkormányzat létre fogja hozni a bölcsődei intézményt. A képviselőtestület úgy döntött, hogy nem vonja össze egyik intézményével sem, hanem egy önálló intézményt hoz létre, egy bölcsődei intézményt. Ezt nyilván mi meg fogjuk tenni még az ősz folyamán, és utána lehet maga a működési engedély megszerzését a kormányhivatalnál kezdeményezni. A kétcsoportos intézményben 24 kisgyerek cseperedhet majd. A tolnai önkormányzat azt szeretné, ha a lakosság javaslatokat tenne arra nézve, mi legyen az új bölcsöde neve. Ezért rövidesen a város elektronikus felületein felhívás lát majd napvilágot a névválasztás ügyében. Szabályos fegyverarzenára bukkantak a tamási nyomozók egy értényi házban. Összesen 25 pisztolyt és puskát, valamint 1128 darab különböző lőszert találtak egy 82 éves férfinél. Az egykori katona beismerte, hogy a külföldön megszerzett és onnan behozott fegyverek tartására nem kért és nem kapott engedélyt. A férfi ellen a tamási rendőrkapitányság bűnügyi osztályán indult eljárás lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntette miatt. Június közepe óta jelentkezhettek, és július elejétől állnak munkába a kormányzati bértámogatással vakációs foglalkoztatáshoz segített 16-25 évesek. A nyári diákmunkaprogram idei felhívására eddig 19.312 középiskolás vagy egyetemista regisztrált, 19.144 pedig már talált is szünidei állást, mintegy 4.000 munkáltatónál. 5-ből 4 támogatott fiatal önkormányzatoknál segít, de már jóval több mint 3000-en dolgoznak szállodákban, éttermekben, cukrászdákban, lángos sütődékben is. Újabb Pro Urbe díjasról készült festmény került ki a szekszárdi polgármesteri hivatal dísztermének falára. A tolnai megyeszékhelyen már közel 2 évtizedes hagyománya van annak, hogy a város vezetői így tisztelegnek a település legkiválóbbjai előtt. Közös fotó az új alkotással, mielőtt az a falra kerülne. Baki Péter Munkácsi Mihály díjas festőművész 19. alkalommal készített el a tolnai megyeszékhelyen az előző évben megválasztott díszpolgár portréját. Ezúttal Petrics József mézes kalács sütőmester arcképe volt soron. Megtiszteltető dolog, hiszen ha körbenézünk itt a falon, és nézzük ezeket a portrékat, akkor ezek minimum európai hírű emberek, néhány világhírűvel is megspékelve. Úgyhogy, és hát Szekszárd tényleg büszke lehet erre a sorra. Jurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a portré átvétele után azt mondta, a tolnai megyeszékhelyen élők mindig is büszkék voltak azokra, akik onnan indultak el és maradandót alkottak.
két alkalommal is voltak vendégek itt a nyár folyamán a hivatalban, és örömmel mutattuk meg a sorozatot, és hát mindenki csodálkozott, hogy kérem szépen ilyenre is gondol a város, a városvezetés. A polgármesteri hivatal dísztermének falára hamarosan újabb portré kerül fel, hiszen idén is megválasztják a Tolnai megyeszékhely Pro-Urbe-díjasát. Magyarország folytatja Ukrajna és azon belül Kárpátalja humanitárius, szociális és gazdasági támogatását, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kárpátalja és Ukrajna nem marad segítség nélkül, Magyarország képességéhez és gazdasági erejéhez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse az ukrán népszenvedéseit, közölte a politikus. A felek áttekintették Magyarország segélypolitikáját Kárpátalja vonatkozásában. A segítséget megköszönve Viktor Mikita kormányzó kiemelte, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat folyamatos, jól szervezett támogatását, amelynek révén csak Kárpátalján 250 olyan intézményt segített, amely belső menekülteket fogad be és lát el. Már a múlt hétvégén is csökkent a benzin ára, de akkor a gázolajé nem változott. Ezen a héten viszont mind a két üzemanyag esetében előbbi esetet láthatjuk majd, ugyanis szerdától olcsóbb lesz a benzin, a csökkenés pedig 26 forintot jelent. Miközben a gázolaj díja bruttó 7 forinttal emelkedik literenként. Természetesen marad a 480 forintos hatósági ára kutakon a magyar rendszámmal és forgalmival érkező személyi autósoknak, amennyiben nem tankolnak többet a maximálisan kiadható mennyiségnél. Ám a hatósági ár nélkül a 95-ös benzin átlagára így is 740 forint literenként, még a gázolaj literje 787 forint. 2022-ben is várják a gazdák felajánlásait a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programba, melynek keretein belül közel 100 000 gyermeket és családot támogathatnak az adományozók. Tolna megyében, Tamásiban, Őcsényben, Bölcskén és Dalmandon vannak gyűjtőpontok, ahonnan az összegyűlt búzából készült liszthez jutnak hozzá a rászorulók egyéb karitatív szervezetek közreműködésével. Akit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, az ő kezdet nélkül atyával, legszentebb jóságos elevenítő lelkével együtt most mindenkor és örökkön örökké. Amen. Idén is összefogtak a Kárpát-medence gazdái a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű program keretein belül. A kezdeményezés 2011-ben indult útnak Pécsről, melyhez minden évben számos gazda és támogató egyesület is csatlakozik. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A mozgalom indulásakor körülbelül egy 10 tonna gabona gyűlt össze, de az elmúlt években ez a mennyiség már túllépte az 1000 tonnát is. A program keretében a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel gazdák az általuk megtermelt búzából. A learatott adománynak szánt terményt minden évben gyűjtőpontokra visszük. Tolna megyében az eddigi évekhez hasonlóan 4 gyűjtőpont működik. Tamásiban, Őcsényben, Bölcskén és Dalmandon vannak gyűjtőpontok, melyeken augusztus 20-áig várják a gazdák felajánlásait. Ezután a Dunaföldvári Malomba szállítják az adományokat, ahol őrlésre kerülnek majd. Ezt a lisztet fogják majd megkapni az adományban részesülő szervezetek, akik karitatív célra fogják tovább ajándékozni. Az adományozó ünnepségre szeptember második felében fog sor kerülni Tolna megyében, és idén a Máltai Szeretetszolgálat Tolna megyei csoportjain keresztül szeretnénk eljuttatni az adományt a rászoruló családokhoz. A tavalyi évben összesen 9,3 tonna adománybúza gyűlt össze. Az idei cél meghaladni ezt a mennyiséget. A Magyarok Kenyere program pénzadományokkal is támogatható, valamint a személyi jövedelemadó 1%-a is felajánlható erre a célra. Hagyományos aratónapot rendeztek Kisszékelyben. A programra a környező településekről is több versenyző érkezett, és sok néző volt kíváncsi az autentikus mezőgazdasági munkák látványára. A szervezők célja az volt, hogy megmutassák a fiatalabb generációk tagjainak, miként dolgozták fel őseink a gabonát, hogy abból aztán kenyér legyen.
szántóföldi növények nagy részének hozamát továbbra is rontja a nagy szárazság idehaza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hazánk jelentős részén aszály van. Mint írták, a tavalyi év száraz volt Magyarországon, ami idén tovább folytatódott és még most is tart. A legsúlyosabb helyzet az Alföld középső és a Tiszántúlon alakult ki. A Dunántúl magasabban fekvő térségeiben a június végéig lehullott csapadék mennyisége megközelítette az éves átlagot. Hamarosan kezdődik a parlagfű virágzása, az arra érzékenyeknek azonban már most érdemes gyógyszert szedniük, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiéni és szakértője. Szigeti Tamás azt mondta, július végére, augusztus elejére várják a növény virágzását, de aki allergiás a virág pollenére, annak már most is okozhat tüneteket. A növény növekedési üteme változatos képet mutat az országban, az aszályos időszak is visszavetheti a fejlődést, de jelentősen nem változtat rajta. 2200 fő szerződéses határvadász szolgálatba állására lenne szükség az illegális migráció visszaszorításához. A felvételi már elindult. A jelentkezőknek fizikai, pszichikai és egészségi vizsgálatokon kell megfelelniük. Toborzó videóval keresi új kollégáit az Országos Rendőrfőkapitányság. A szerződéses határvadászok a készenléti rendőrség szervezeti egységéhez fognak tartozni, 5 megyében összesen 23 századot hoznak létre. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben egy-egy alakul, Csongrád-Csanád megyében 6, Bács-Kiskun megyében pedig 14. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, minden kapitányságon tudnak felvilágosítást adni, illetve a jelentkezéshez szükséges iratcsomagok az interneten is elérhetőek. Ezen kívül toborzó tisztek telefonos vagy személyes felvilágosítást is tudnak nyújtani. Mindazon személyek jelentkezését várjuk, akik magyar állampolgárok, betöltött 18. és be nem töltött 55. életév között vannak, cselekvőképesek, büntetlen előéletűek, illetve vállalják a felvételhez szükséges fizikai, pszichikai, illetve egészségi vizsgálatok meglétét. Maga a képzés 4 hétig tart, összesen 160 óra időkeretben. Sikeres vizsgatétel után a jelentkezők a schengeni határterületet érintő megyékben fognak szolgálatot teljesíteni. Megbízatásuk 3 évre szól majd, amit egyszer újabb, 3 évre meg lehet hosszabbítani. Feladatuk pedig az illegális határátlépések megakadályozása lesz. A bérezésről amit tudni kell, hogy a képzés időtartam alatt is már jár az alapilletmény, ami jelenleg 300 ezer forint bruttóban. A szolgálatba lépéstől indulóan pedig ehhez különböző pótlékok csatlakoznak. Van a szolgálati pótlék, ami 570 forint óránként, aztán az idegen nyelvtudási pótlék, a készenléti pótlék, az éjszakai pótlék. Összességében a teljesített órák számától függően akár 399 ezer forint bruttó is lehet a havi jövedelem. Első körben 2200 ember felvételét célozták meg, a későbbiekben ezt 4000 főre kívánja a rendőrség feltölteni. Regionális híreink következnek. 12 fős delegáció a Simonyi Károly szakgimnáziumban hazalátogatott Pécsre a világhírű fizikus családja. A Szamárkő legendája népszerű a balatoni turista célpont. Pécsre látogatott Charles Simonyi, Simonyi Károly fizikus mérnök fia és családja. A látogatás apropóját a nemrégiben felavatott emlékszoba adta, melyet Simonyi Károly nevét viselő pécsi szakképző iskolában alakítottak ki. A világűrt is megjárt szoftverfejlesztőt Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke is fogadta. 30 évvel ezelőtt indította útjára a pécsi, akkori nevén 508-as számú szakképzőiskola azt az elektrotechnikai versenyt, melyet Simonyi Károly fizikus mérnökről neveztek el. A jubileumi verseny díjátadóján egy emlékszobát avattak, melyben Simonyi Károly egykori budapesti dolgozószobájának bútorait és abban található könyveit helyezték el. A professzor világhírű fia Charles Simonyi és családja ma látogatta meg az iskolát, hogy tiszteletüket tehessék. Nagyon megható volt ugyanabban a környezetben lenni, csak néhány percre. És nagyon örülök, hogy a
a tanulók itt, hogy van rá alkalmuk, hogy ezt a környezetet ők is élvezhessék, és magukba szívják a kultúrát a könyvekből. Nemeskéri Péter villamosmérnöknek is rengeteg munkája volt abban, hogy Simonyi Károly nevét viselhesse a már említett verseny, majd az intézmény maga. Az iskola egykori oktatóját a könyvtár diákok által is használható könyveiről kérdeztük. Hát ezek a könyvek, ezek használhatók lesznek, de mondjuk középfokú oktatásban talán nem annyira, mint felsőfokú oktatásban, de minden esetre arra, hogy a diákokat serkentse és ösztönözze arra, hogy milyen út vezet a tudományhoz, és hogyan lehet ahhoz eljutni, és egy olyan ember, aki szinte a végső pontig eljutott, az milyen eszközökön keresztül ért el. Az eseményre meghívást kapott Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, hogy a Simonyi Károly elektrotechnikai verseny mára nemzetközi szintű megmérettetéssé vált. Egyre több hallgató jelentkezett határon túlról is, és a versennyel a cél az kettős volt. Egyrészt, hogy itt Baranyában és Pécsett is emléket állítsunk annak a Simonyi Károly mérnök fizikus professzornak, Kossuth Díjas értelmiséginek, akinek a villamosságtan könyvein magyar mérnök generációk nőttek föl. Őri László az iskolában rendezett ünnepség után rövid időre irodájában fogadta, és Baranya megye jellegzetességei tartalmazó csomaggal ajándékozta meg Császt Simonyit és testvérét, Simonyi Tamást. Évről évre több száz turistát vonza a Zamárdi-Szamárkő, amelynek története régóta foglalkoztatja a helyieket és az odalátogatókat egyaránt. A látványosságot számos legenda övezi. Vannak, akik bringával, mások gyalogosan érkeznek a Zamárdiban található Szamárkőhöz. A legtöbben azonban nem ismerik a legendákat. Szerintem valamilyen ősmaradvány, nem tudom. Ez a budapesti család is most jár itt először. Most próbáljuk felfedezni ennek a történetét, vagy legalábbis most nézzük meg, mert jó párszor jártunk már itt Siófokon és Zamárdiba is, de konkrétan még ide nem jutottunk el a Szamárkőhöz. A legenda szerint a gyermek Jézus szüleivel Hajdanán erre járt, és a Szamár egy ízletes kóró miatt megállt legelni. Patája lenyomatát és a gyermek Jézus lábnyomát őrzi ez a kő. Vele szemben pedig egy krisztusi kor előtti áldozó kő látható. A keresztény kor előtti hagyományok jelképes, illetve lehet, hogy valóságosan kultikus köve az a fehér ló áldozó kő ott a Tihanyi felé, bent a három kő közül az első, egy ilyen katlanszerű, és itt a helyi hagyomány szerint a fehér ló áldozó kő volt. A két érdekes vulkanikus képződmény nem csak a turisták számára érdekes, de a helyiek számára is nagyon fontos. Ide kiárunk például a Szent Iványi időutazás során, vagy vannak itt rendezvények is, és ezekben a két mondatos kis történetekben a zamárdi identitás is benne rejlik. Benne a hagyománytisztelet, hogy mi ide gyökerezzünk, mert az emberi lét az nem olyan nagyon múlt a hátunk mögött van, hanem alattunk belőle gyökeresedik a mi életünk. Lehet úgy mondani, olyanok vagyunk, mint egy világfán éppen a zöld levelek vagy a virágok, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt a fát is ne csak a személyes életünket éljük meg, hanem gazdagítsuk és tovább éltessük azt a fát, ami az egész közösséget, ami világunkat jelképezi. A hely szellemes, sokakat megihlet, rendszeresek a zenei programok, előadások. A két kővel szemben ismeretlenek alakítottak ki egy emlékhelyet és egy pihenőpadot. A szórakozási lehetőségek mellett a bűncselekmények is megszaporodhatnak a nyár folyamán, ezért fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet a rendőrség értéktárgyaink, személyes biztonságunk védelmében a vízparton is. Mobiltelefont, tabletet, laptopot, pénztárcát nagyobb összeggel ne vigyünk strandra. Értéktárgyainkat helyezzük biztonságba, ennek jártunk utána. Strandlopásokkal kapcsolatban idén a múlt hétig bezárólag regisztrált bejelentés nem érkezett a rendőrséghez. Még nagyon a nyári szezon elején vagyunk, tájékoztatott Vitális Ágnes rendőralezredes. Azonban tudjuk jól, hogy a zsúfolt strandok, az őrizetlenül hagyott táskák és strandfelszerelések kiváló alkalmat teremtenek a tolvajok számára, mondta a pécsi rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztály vezetője.
Ilyenkor mi mindenképpen fölhívjuk a figyelmét azoknak, akik strandra mennek, akár szabad strand, akár fizetős, hogy semmiképpen az értékeiket ne hagyják őrizetlenül, bármi, amit elvisznek a strandra, az vagy kerüljön be egy ilyen értékmegőrző szekrénybe, vagy pedig a társaságból valaki mindig tartózkodjon ott az ő plédjükön, területükön, ahova lepakoltak, és ahol értékük van, és ne hagyják magára az értéket. Fölösleges dolgot ne vigyünk a strandra, csak azt, amire ott feltétlenül szükségünk lehet, hangsúlyozta a rendőr alezredes. A rendőrség ötleteket is ad pénzünk kisebb méretű értéktárgyaink megóvása érdekében. Mi figyelmeztetjük a felnőtteket is, a gyerekeket is. Egyébként vannak nagyon jó megoldások is erre, például a gyerekeknél, hogyha kapnak egy kis fagyipénzt, akkor lehet a nyakba akasztós ilyen kis vízálló tokokat kapni, már nagyon olcsó, amiben bele tudják tenni a kis pénzüket, illetve a felnőttek is bele tudják tenni a saját pénzüket, illetve vannak olyan megoldások még, vízálló tokok, egyebek, amivel azokat az eszközöket, amiket ők szeretnének maguknál tartani, azt akár a vízbe is be tudják vinni. De azért a legjobb az, hogyha nem visznek fölösleges értéket a strandra. A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet, értéket, mobiltelefont, pénztárcát nagyobb összeggel ne vigyünk magunkkal a vízpartra. Értéktárgyaink megóvása elsősorban saját feladatunk. Végül mutatjuk újra Főbb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Csúszik a beruházás, ha kész lesz, 24 kisgyermek járhat az új tolnai bölcsödébe. Újabb portré kerül a falra, folytatják a Pro Urbe díjasok előtti tisztelgést Szekszárdon. Magyarok kenyere, a tavalyi 9,3 tonnánál is több gabonát szeretnének adományozni a rászorulóknak. Szerződéses határvadászokat toboroznak, bruttó 390 ezres fizetést is elérhetnek a jelentkezők. Szerdán marad a zavartalan napsütéses nyugodt időjárás, de 3-4 fokkal magasabbra emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka ismét csillagfényes, eseménytelen idő következik. A hajnali órák már egyre kevésbé hoznak frissülést, különösen a beépített városi környezetben. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!